Jó estét kívánok, Bombera Krisztina vagyok. Szeretettel köszöntöm Önöket az első magyar hülye robot kupán, amelyet a Kitchen Budapest és a Trafo közösen rendezett. Kivállalja, hogy ma este eldönti, hogy melyik a leghülyébb, leghaszontalanabb és legreménytelenebb robot. Kérünk szépen egy nagy tapsot a 11 éves Samunak. Samu tehát az ötödik zsűritag, és Attila elmondja, hogy melyek lesznek a zsűrizés szempontjai. Az egyik az az, hogy mennyire nevetségesek a robotok, a másik szempont az, hogy mennyire haszontalanok, minél haszontalanabb, annál több pontot fog kapni. A harmadik pedig az, hogy mennyire robot, vagy milyen, mennyire fejlett a mechanikája. 14 robot fog színpadra lépni, és mielőtt ez megtörténik, meg szeretném kérni Tosza Nobomucsit, a Mévedenki alapítóját, hogy mutassa be nekünk a saját hangszerét, amit elhozott ide ma. Ez az Automaton nevű hangszer. Please perform. This is our product. This is automaton. This is instruments. Gergely Krisztián és a kukabot próbál bejönni a színpadra. És a kuka szerelmes a légybe, és követi mindenhova. Működik mással is, vagy csak léggyel? Csak a léggyel legyen. Köszönjük szépen! Köszönjük. Réka, már most aggódom, hogy a bakács beléd fog kötni. Ez teljesen haszontalan. Hullahopozó robot. De Réka, mivel tudod bizonyítani, hogy fúrásra nem alkalmas? Hát odanom, megpróbálhatod. A haszontalanság az példamutató. Tehát és a nevetségessége is. Hadd mondja meg, hogy a robot technikája az annyira nem fejlett már, hogy az összes vibrátorba ilyet gépet használok. Tehát... Typical in flamenco, so it reacts very well. Nagyon szexinek érzem. De hát ez tényleg, tehát a nevetségesség és a haszontalanságnak és a robotság minden kritériumának megfelel, és ráadásul nemi vágyakat kell. Mit szoktak ilyenkor kezdeni? Honnan jött az ötlet? Manu most éppen azt a pályát építi, ahol ő közlekedni fog, és a piacon való rohangálást modelleztük le. Őt hogy hívják? Hát nem tudom, mondjuk hívják Mariska néninek. És az almáknak mi a szerepe? Az alma a két végén lesz, mert közöttük fog rohangálni, mert azt nézi, hogy melyik a szebb, meg olcsóbb. Okay. És ez valami saját gyerekkori emléken alapul? Nem, ez mindennapi élmény.
Nézd meg, milyen feminista, tehát meglovagolta azt a bevásárlókosat. Nem maga mögött húzza, vagy von, nem rabja, hanem uralja, látod? Tehát aha, fölötte van. Hát igen, ezt próbáljuk elhitetni veletek. Mit szerettél rajta ennyire? Mert teljesen haszontalan, és van benne robot, hogy keresi az utat magának a szigetélszarokon. Örült jól látni menekülni a bárányt, szóval így az előadás további része az, hogy megpróbálom visszaterelni. És béget is? Igen. Nem szabad oda menni, ugye? Hát... Mi van benne? Bárány. Ja, bárány. Tehát lehetne kisebb, meg nagyobb. Melyiket tervezed előbb? Szerintem a nagyobbat, az könnyebb. És utána a kisebbe? Valószínű. Aha. Ez egy jól sikerült interjú volt, szerintem. Hogy ki az, aki nem hiszi, hogy van benne bárány? Az alkalmatlan az együttélésre, nem? De te, azért mondom, hogy a lényeget fogtad meg. De te is most így ezzel... Ez ki neked olyan? Miért egy kajpita nagyon de? Olyan, mint egy szerető, aki mindig menekül előlem. Hát kurva hideg van. Nagyon sok a gyerek. Ezt tudod, miért mondom? Most már ők is. Ez jó, sárkányok. És mi fog történni? Hát fázni fognak. Ők mindig fáznak. Hát én halál egyszerű az egész, egy hangszóró. Látható. De melyik volt az az amerikai rádiós, amelyik ezt már használta ilyen női... Igen. Gyerekek is vannak. Noises and, you know, keep on changing the speed and something that sounds really stupid. Freezes to from fear, like some moments if it's too noisy. Ha túl nagy a zaj, akkor lefagy, zavarba jön? Yeah, it gets a buffer overflow like this, like just freezing from fear, like can't move. Ez a saját lelked, ez a virág. This is a reflection of your own soul, this flower, right? Yeah, sure. Tudod, mikor fog kéne egy női lelket lepontozni? Hát ez végül is anorexiás, vagy mi baja van? Tehát lesz valami? A jó ég tudja.
De hogy így fog, most én úgy izgulok. Most már én is. És az is jó, hogy a végén szembenéz a publikummal. Tehát nagyon szép dolgok, nagyon antropomorf robot, és igaza van, hogy jól is döntött. Úgy látom. És mit tud? Hát majd meglátjuk. Azt nevetem, kicsit buta. Te egyébként, én nagyon nem értek hozzá, de mondjuk, ha kettő elemet tettél volna egy helyet, az nem is... Why did you like it so much, this little worm that fell asleep in the middle of being on stage? Ahogy néztem, nagyon szomorú érzéseket keltett bennem. Milyen érzelmi húrokat pengettél 9 pontért? Ne haragudj, de az Andy Warhol hozzád képest, tehát hogy ideállítasz egy olyan robottal, ami pont azt tudja csinálni, amit a 80-as években. I think the Campbell soup can is nothing compared to bringing a robot that we saw in the 80s and you. What's your contribution to this thing? Ugyanaz, mint a paradicsomos leves betűtésztával, tehát tényleg soha nem múlik el. Másrésztről pedig de azért ez már a robotika ellencsapása. Tehát most gondolkodok, mert ugye ez paradigmaváltást jelent. Nagyon érdekes volt a gondolatmenet, és a robot is nagyon tetszik, de nincsen szerkezete, a robot szerkezete. Csak a művészben lehet robotika, máshol nem. It's a conceptual thing. As usually conceptual things, exactly. Ahogy ez már szokott lenni az ilyen konceptuális dolgok. A két művész, a macska és aki nyalogatja. Szintén macska. Te mi van, ha más az ízlése? Ezt nem sikerült megfejteni na, még, hogy az ízlése ez. Annyira wellness, tehát 6-szor átment rajta. Igazi maskán nem teszteltük. Én így vagyok, hogy tömeg előtt nem úgy nyalog. És nyalogat háttal a közönségnek, a macska fölött. Neki még egy utolsó esélyt, aztán... Nézzük, mit mond a zsűri. Mit fog csinálni? Hányni. Borsot falra. Borsot falra? Ezt egyébként nagyon könnyen ki lehetett találni. Honnan? Hát, hogy van borsó, meg van fal. És mi a technikája? Ebben is Arduino van. Ezt már érted. Ezen kívül pedig egyszerű fizika, gumival. Yeah,